Hitőségünk vezetősége nevében tisztelettel köszöntök mindenkit a Karcagi Mártír megemlékezésénél. Külön megtiszteltetés, hogy köztünk üdvözölhetem Dajs László főrabbi urat, a budapesti amerikai úti zsinagóga rabbiját, Szilágyi Gábor kántor urat, Kis Henriett alelnökasszonyt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét, Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, Teleki Zoltán alezredes urat, Karcagváros rendőrkapitányát, Guba László urat, Kumaros nagyközség polgármesterét, Kovács Tibor urat, Kisújszállás alpolgármesterét, dr. Molnár Sándor alelnök urat, dr. Herskózsa alelnök urat, Lebovics Imre urat, holokauszt túlélőt, a Műegyetem professzorát. A társegyházak megjelent képviselőit, végül de nem utolsó sorban, a köztünk lévő holokauszt túlélőket és minden kedves megemlékezőt. Tisztelt emlékezők! Mártírjaink előtt tisztelegve tartjuk ma itt a szertartást a karcagi zsidó temetőben. A megemlékezésünk kezdetén dr. Herskó Gyula alelnök úr fog néhány szót szólni, majd ezt követően Szilágyi Gábor kántor úr és Dajs László főrabbi úr tartja meg a szertartást. A megemlékezés a rabbi síroknál folytatódik. Tisztelettel arra kérem önöket, hogy lehetőség szerint legkésőbb 3:42-kor közösen induljunk el a zsinagógába, mert a megemlékezést ott is szeretnénk megtartani. Felkérem dr. Herskó Gyula alelnök urat, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt emlékező gyülekezet, kedves vendégeink, itt testvéreink! Kegyelettel emlékezni, fejet hajtani, tisztelegni gyűltünk ma össze az ártatlanul elhurcolt, meggyilkolt hittestvéreink mártírjaink előtt. A gyilkos fasiszta fajelmélet az egyszerű emberek körében alattomosan gerjesztett és módszeresen terjesztett gyűlölet, csak nem a teljes vidéki magyar zsidóság tömeges, ipari méretekben és mérnöki precizitással kidolgozott, aljas módszerekkel történő elpusztítását eredményezte. A holokauszt, azaz a teljes megsemmisítés, a fasiszta felsőbbrendűségű fajelmélet alapján keltett gyűlölet torszüleménye, az emberiség legnagyobb szégyene. Ami ide vezetett, az antiszemitizmus, a zsidó gyűlölet, mindig a gyengeség, a kisebbrendűségi érzés egyik jele. De úgy is fogalmazhatunk, hogy a zsidó ellenesség nem más, mint a beteges emberi gondolkodás egyik zsákutcája. Bár fájdalmas az emlékezés, mégis emlékeznünk kell, hogy emlékeztessük a felnövő nemzedéket arra a tragédiára, ami józan ésszel szinte felfoghatatlan, és szavakba alig ha foglalható. 72 évvel ezelőtt, 1944. júniusának azon a szörnyű nyári napján a karcagi vasútállomásról nehéz terhével, lassacskán kigördült az a marhavagonokból álló hosszú szerelvény, melybe hittestvéreinket zsúfolták. Egyetlen bűnük az volt, hogy zsidónak születtek. Idősek, fiatalok, nők, férfiak és gyerekek. Védtelen, fegyvertelen emberek, ugyanolyan törvénytisztelő, hasznos polgárai városunknak, mint bárki más. Egytől egyig, magától értetődően magyarnak vallották magukat. Az idősebb férfiak közül többen első világháborús hősként harcoltak a magyar hadseregben. Köztük volt az édesanyám a szüleivel, a nővérével és az akkor éppen a negyedik születésnapját töltő kisfiával, soha nem látott testvéremmel. Minden vagyonuktól és joguktól megfosztva, megalázva, sárga csillaggal megjelölve, megkülönböztetve,
és kirekesztve embertársaitól. Goldstein Imre Nem akartam című versét idézem. Nem akartam zsidó lenni, nem akartam magyar lenni. Nem akartam lenni, lettem mindkettő, vagy talán egyik sem. Ti tudjátok, ki kétségem okai vagytok, voltatok. Tűzbe repülésemhez színes papírszárnyakat adtatok. Tragikus sorsukat ismerjük. A szerelvény a szolnoki cukorgyárba, a gyűjtőhelyre vitte őket, ahol a magyar csendőrök újabb kegyetlenkedése, embertelen bánásmódja várt rájuk, hogy aztán a halálgyárak megsemmisítési kapacitásához alkalmazkodva, ismét vagonokba kényszerítve a többség számára a hírhet végállomásra, Auschwitz-Birkenau-ba vezessen a gyötrelmes utazás. Megérkezvén az azonnali halál vagy a végletekig hajszolt kényszermunka lett a végzetes sorsuk. Kevesen érték meg a felszabadulást. Az elhurcoltak töredéke tért csupán vissza a városába. A mérhetetlen fájdalommal, keserűséggel, reménytelenséggel telt lelküknek szembesülniük kellett azzal, hogy többüknek a kényszerűen elhagyott, szeretett otthonukat addigra már jogtalanul elfoglalták, a vagyontárgyaikat elvették azok, akik aktívan segítették az akkori hatóság képviselőit a buzgón, csupán néhány hónap alatt végrehajtott zsidótlanítási műveletben, vagy közömbösen elfordulva szemet hunytak az embertelen gyalázat fölött. Az idő múlásával nem halványul az emlékezet. Sosem merülhet feledésbe az, ami az emberiség történelmének talán legkegyetlenebb gaztette volt. Tanulnunk kellene a múlt hibáiból azért, hogy soha ne ismétlődhessen meg hasonló népirtás. Egyesek szerint a történelem szükségszerűen megismétli önmagát. Két-három generációnyi távolságból már minden feledésbe merül, és megint kezdődik újra. És igen, sajnos döbbenten kell szembesülnünk a holokauszton viccelődő, holokamusozó hangadókkal, akik a történelmi tényeket letagadva, azok megtörténtét megkérdőjelezve, némelyek már a mai magyar parlament soraiban ülnek, és kormányzati pozícióra törekszenek. Elkeserítőek, sőt, sokunkban félelemkeltőek azok a megnyilvánulások, amelyek szerint a vészkorszakot megelőző évtizedek során a magyarországi zsidóság sorozatos társadalmi, gazdasági és jogfosztottságát megalapozó törvények megalkotásában szereplő, illetve azokat jóváhagyó bizonyos egyéneknek a holokauszban betöltött történelmi felelősségét kicsinyítve, relativizálva láttatják a felnövő nemzedék hivatalos tankönyveiben, és nem egy esetben köztéri szobrok állításával is dicsőítik őket. Szomorú tény, hogy a rossz emlékű listázásra lehetett javaslatot tenni a legfelsőbb törvényhozás házában. Értetlenül kell szembesülnünk minden kirekesztő, uszító, idegenellenes megnyilvánulással, érintsen az bármely nemzetiségű, vallású, bőrszínű embertársunkat is. Manasság csupán néhányan élnek már azon kevés holokauszt túlélők közül, akik hitelesen tudnának mesélni mindarról, ami megtörtént velük. Bár saját tapasztalatból tudom, hogy a szüleim is inkább csak a lelkük mélyén némán cipelték egész hátralévő életükön át a fájó emléket anélkül, hogy ismételten átélvén őket gyakran beszéltek volna róla. Nekünk második, harmadik generációs túlélőknek fontos feladatunk, mondhatni küldetésünk tehát, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk az átért borzalmakra. Beszéljünk a történelmünk ezen sötét időszakáról. Vigyük el magunkkal a gyermekeinket, az unokáinkat Auschwitz-Birkenau emlékhelyére. Rójuk le a kegyeletüket, és mondjuk el a kaddis imát ott, a borzalmak helyszínén. Csatlakozzunk minél többen valóságosan és képletesen is az életmenetéhez, mert ezzel tudjuk életben tartani a reményt egy jobb, háborúktól, öldöklésektől mentes, emberségesebb, békés jövőben az utókor számára. Köszönöm, hogy meghallgattak és kitüntettek a figyelmükkel.
Korosího a dojnoji šimu by kojili jenu z nechu kašivo jest kojil tachninoji. Ima vojno jest tišmorio a dojnoji mija a mojd. Ki imchu haslího lemanti vori, ki visi a dojnoji kivsu navši vli dvuroj hoj holpi. Örökké való Istenünk, őrizd meg a zsidóság maradékát. Tisztelt emlékező gyülekezet! Emlékezni és emlékezteti jöttünk ma ide a karcagi zsidó temető meghitt nyugalmába. Emlékezni mártírjainkra, zsidó testvéreinkre, akiket ebből a városból vagy a környékbeli településekről hurcoltak el. De emlékeztetnünk is kell, hogy ne menjen feledésbe a 20. század legnagyobb bűne, a náci rémtettek, amikor tömegesen ölték meg a kiszolgáltatottakat, édesapákat, édesanyákat, öregeket és ifjakat, gyermekeket és csecsemőket. Nek sávnu köcajn tifho, annyiba vettek bennünket, mint a levágásra szánt állatokat. A 20. századi náci rémuralomról szólunk ma itt, amikor a költő szavaival az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. A megszorító zsidó törvények sora 1920-ban kezdődött el. Ekkor hozták létre az első zsidó törvényt, a numerus clausust, amely kimondta, hogy csak korlátozott számú zsidó fiatalt vesznek fel az egyetemekre, főiskolákra. A kényszerhelyzet miatt a zsidó, magyar zsidó származású tehetséges fiatalok külföldön szereztek diplomát, majd ott a befogadó országok tudósaivá váltak. Nem egy közülük Nobel-díjas tudós lett. Az első megszorító zsidó törvényt még három követte, amellyel tönkretették a zsidó emberek életét. Kiszolgáltatottan, megalázottan kellett élniük testvéreinknek addig, amíg élhettek. Tisztelt emlékező gyülekezet! 1941-ben a tényleges katonai szolgálatra hívták be a fiatal zsidó férfiakat, majd visszaminősítették őket munkaszolgálatosoknak. Amikor pedig a keleti frontra, Ukrajnába küldték a munkaszolgálatos századokat, egykori feljegyzések szerint úgy bocsátották útra őket, hogy meghagyták a keretnek a feljebb valóik, hogy ezeket többé ne hozzák haza, hogy ezek ott pusztuljanak el. 1944. március 19-e után, amikor a náci német hadsereg minden ellenállás nélkül megszállta Magyarországot, már megpecsételődött a zsidóság sorsa. Kirabolták, megalázták, gettókba zárták őket, csak azért, mert zsidók voltak. Majd jött a koncentrációs táborok kinkeserve, ahová zsúfolt marhavagonokba embertelen körülmények között szállították el őket. Az egyik túlélő írta, sütött a nap, de bennem sűrű éj volt,
korom sötét, és könnyben úszott a lelkem. Legyőzöm-e, mi körülvesz a tébolyt, nem roskadom-e majd össze hitemben? Elmondhatatlanok azok a szenvedések és a kínok, amelyeknek részesei voltak testvéreink a 20. században, a vészkorszakban. Tisztelt emlékező gyülekezet! Történelmi írásokban olvasható, hogyha a magyar hatóságok nem lettek volna annyira készségesek a vidéki zsidóság deportálásában, akkor nem zajlott volna le olyan gyorsan a deportálás, és akkor talán nem pusztult volna el annyi ember. Sajnos azonban a tények azok tények maradnak. 6 millió európai és ezen belül 600 ezer magyar zsidó ember lett áldozata a náci pusztításnak, a második világháború borzalmainak. Ki dajrés domi majszom zókor laj sóhák cákásza novim, az ártatlanul kiontott fért emlékezetében tartja, nem felejti a szenvedők jajkiáltását. Mártírjainkra az egykori Karcagon és környék településein élt zsidó emberekre emlékezve vallási tanítás hangzik el a soha nem felejtés jegyében. Így olvassuk Jesája prófétánál, kikek húrim jó mósó, vág vuajsztemu tennó, vöházdi méjték laj jomus, laj szomut. A hegyek megrendülnek, a dombok meginognak, de az én szeretetem irántad nem szűnik meg, nem változik meg soha. Az örökkévaló e proféciában kijelenti, hogy szereti az ő népét, Izrael fiait. Ez mutatja számunkra a példát, hogy kell viszonyulnunk embertársainkhoz. Ahogyan a mindenható szeret bennünket, akit kell szeretnünk embertársainkat. Első volt a zsidóság az emberiség történelmében, akik hirdették, vő haftó, lő riákokó majkó, szeres fele barátodat, mint önmagadat. Ma is ezt valljuk több mint 7 évtizeddel a világégés után, mert csak szeretetben, békességben lehet élni, dolgozni, építeni egy szebb jövőt. Sajmér Iszroél, sö majr, sö érisz Iszroél. Örökkévaló Istenünk, őrizd meg a zsidóság maradékát. Tisztelt emlékező gyülekezet! Ezekkel a gondolatokkal emlékezünk ma itt mártírjainkra, Karcagról és a környék településeiről elhurcolt és legyilkolt zsidó emberekre, akiket soha nem felejtünk. Szájon értük, szívünk mélyéről feltörő imánk, menókonok hajnóbi sivai jajnó tákász kánfiása hinnó, de málaiszkö dajsimut a hajrém, köz zajékárhuruk iám, ő írimász kérim. Csendes nyugalmuk legyen, nyugalmuk helyén, Istenünk védő szárnyai alatt, a tiszták, a szentek ragyognak, mint a csillagok. Tök hénápsaj székemcő rúró, bicrajrá hájim, legyen lelkük bekötve az örök élet kötelékébe. Amen. Mondjuk el közösen, Kadishimát, Izgadál, Izgadás, Mirabo, de Olmo, Dibro, Hirusi, Viandik, Mákuszi, de Kajékajn, Uvjaj, Mékajn, Uve, Kajé, de Holbész, Iszruél, Bágoló, Uvizván, Kóri, Vimru, Omén. Nehés, Mirabo, Mevurák, Leulám, Lomi, Olmájú. Is burák, vis tabák, vis puár, vis rajmá, vis nászi, vis ador... Az emlékezésnek is kavicsait helyezzük el az emlékoszlopnál. Thank you.
Sehol folajdom a bávi, és a nincs kudasz nincs mossza, megán éden tökém, nékusz a lukém, bálvudakámim, érvulé rákámim, sajkém, pántroimim, amely szemlékon kajm a káfia, sajkén, nobbe van szpresen, dajnunk az ajkár, úrkám, az hírim.72 éve, 1944. június 18-án a karcagi gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. A következményeket minden jelenlévő jól ismeri. Csillag Barnabás vagyok, a karcagi zsidó hitközség elnöke. Hitközségünk vezetősége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a karcagi mártír megemlékezésen. Külön megtiszteltetés, hogy köztünk üdvözölhetem Dajs László főrabbi urat, a budapesti amerikai úti zsinagóga főrabbiát. Szilágyi Gábor kántor urat. Kis Henriett alelnökasszonyt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét. Dobos László polgármester urat, Karcagváros polgármesterét. Teleki Zoltán alezredes urat, karcagrendőrkapitányát. Guba László urat, Kunmadaras nagyközség polgármesterét. Kovács Tibor urat, Kisújszállás város alpolgármesterét. Nagy tiszteletű Konsz Tibor elnök lelkész urat, a karcagi református egyházközség vezető lelkészét. Szentesi Lajos urat, a karcagi református egyházközség főgondnokát. Deák Attila urat, a karcagi hitgyülekezete lelkész segédjét és a gyülekezet jelenlévő tagjait. Lebovics Imre urat, holokauszt túlélőt, a műegyetem professzorát. Dr. Sánta József urat, Karcagi Városvédő Egyesület elnökét és a Városvédő Egyesület megjelent képviselői tagjait. Külön tisztelettel köszöntöm a padsorokban helyet foglaló holokauszt túlélőket, akik a mindenható jóvoltából ma itt velünk lehetnek, és minden kedves jelenlévő megemlékezőt. Tisztelt emlékezők! Mártírjaink előtt tisztelegve szeretnék pár szót szólni Önökhöz. Emlékezni gyűltünk ma itt össze, emlékezni a feledhetetlenekre. A holokauszt során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi zsidó testvérünket gyilkoltak meg. Ők voltak azok a nagymamák, nagypapák, anyák, apák, testvérek, lányok és fiúk, akik ma egy sötét eszme miatt nem lehetnek velünk. Ők is megbecsült, dolgos polgárai voltak a városunknak, de országunkon akkor, abban a nem is oly távoli múltban elhatalmasodott egy sötét eszme. Karcagról és a környező településekről összegyűjtötték a zsidó hittestvéreinket a karcagi gettóba, majd vagonokba terelték őket. A vagonok elindultak a szolnoki cukorgyárba kialakított gyűjtőtáborokba, majd később a haláltáborokba. A közelmúltban a Karcagi Zsidó Hitközség kiadásában egy könyv jelent meg, melynek címe Karcagon zsidóként megszólal a háború utáni nemzedék. A könyv közel 40 család történetét dolgozza fel több mint 460 oldalon. Hogy miről is szól ez a könyv? Hölgyeim és uraim, a könyv akarva vagy akaratlanul, de minden lapján a holokauszt tragédiáját örökíti meg. A könyv a holokauszt pusztítását túlélt karcagi hitközség, a túlélők, a hazatértek történetét dolgozza fel,
A tragédián túl azonban még gyönyörű történeteket is olvashatunk a hitközség vészkorszak előtti és utáni életéből. A könyv sok fényképet is tartalmaz, így már nem csak a történeteket tárhatjuk az olvasó elé, de talán mondhatni személyesen is megismerhetik a történetben szereplőket. Legyen ez a könyv tanúja a múltnak, tanulja a történelmi tényeknek, és legyen oktatási anyaga a holokauszt tagadását hangosan kiabáló keveseknek, akik szerint ez csak mese volt. A szembenézés mellett fontos szerep játszik az oktatáson is. Mondjuk el egymásnak, mondjuk el elsősorban a fiataloknak, időseknek, hogy mi történt 1944-ben. Mivel is kezdődött ez a tragédia? Mi lehetett a forrása? Minden a beszéddel, a közbeszéddel, a szavakkal kezdődött. A kimondott szónak ereje van, gyűlöletet kelt, és azt már tudjuk, életeket veszel. A Biblia szerint a nyelv képes lángba borítani az emberiséget. Az antiszemita nyelvezet sajnos hazánkban még ma is megint a köznyelv része lett, de nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy ezt visszaszorítsuk. Ha közösen emlékezünk a holokauszt során legyilkolt több mint 600 ezer zsidó vallású magyar állampolgár emlékére, akkor azt méltó módon és a történelmi tényekkel azonosan kell megtennünk. Ha most felnézünk az égre, eszünkbe jutnak azok az emberek, generációk, akik ezekből a padsorokból is hiányoznak. Ha most szétnézünk a padok között, akkor a mindenható jóvoltából még köztünk vannak azon kevesek, akik túlélték a borzalmakat. Megkérném a köztünk lévő holokauszt túlélőket, hogy egy percre szíveskedjenek felállni. Egy szál virággal szeretnénk tiszteletünket kifejezni. Megkérném édesanyámat, hogy adja át az életet, a reményt és a tiszteletet szimbolizáló virágokat. Kicsi segítségül, ha állva maradnátok egy pillanatra. Kötelességünk megemlékezni mindazokról is, akik e szörnyű tettek után visszatértek a pokolból, és fáradhatatlan munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma ebben a csodálatos zsinagógában lehetünk. Ők voltak a közösségünk fényei. Tisztelt egybegyűltek! Szavainkkal és a tetteinkkel emlékezzünk a mártíreinkra, emlékezzünk a múltunkra. Ha ezt így tesszük, akkor helyesen járunk el. A múltat a jövőnek megőrizni a mi kötelességünk. Ünnepségünk kezdetén gyertyagyújtással emlékezünk a holokauszban elpusztított 6 millió hittestvérünkre. Ünnepségünk végén az előcsarnokban található mártír emlékfalnál Dajs László főrabbi úrral és a jelenlévő városvédő egyesületek és társegyházak képviselőivel közös gyertyagyújtás fog történni. Felkérném a következő személyeket, hogy gyújtsák meg az emlékezés gyertyáit. Elsőként szeretném felkérni Ehrenfeld Sándornét, holokauszt túlélőt, karcagi hitközség tagját, hogy gyújtsa meg az első gyertyát. Szeretném felkérni Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, hogy gyújtsa meg a második gyertyát. Szeretném felkérni Molnár Sándor alelnök urat, Karcagi zsidó hitközség alelnökét, hogy gyújtsa meg a harmadik gyertyát.
Szeretném felkérni Kis Henriett alelnök asszonyt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségek alelnökét következő gyertya meggyújtására. Szeretném felkérni Fejgöcsit, a Karcagi Zsidó Hitközség tagját, holokauszt túlélőt a következő gyertya meggyújtására. És szeretném felkérni Dajcs László főrabbi urat, hogy gyújtsa meg az utolsó gyertyát. Egy levelet szeretnék most felolvasni önöknek, amelyet dr. Fazekas Sándor miniszter úrtól, térségünk országgyűlési képviselőjétől kaptunk. Tisztelt elnök úr! Köszönettel vettem meghívását a most vasárnap tartandó mártír megemlékezésre, de sajnos hivatali elfoglaltságaim másfelé szólítottak. Fájdalmas gyászukban együttérzésemet fejezem ki, amit kérem, tolmácsolja a megemlékezésen résztvevőknek. Emlékeznünk kell, hogy 72 évvel ezelőtti tragédia soha többé ne történhessen meg. Üdvözlettel, dr. Fazekas Sándor miniszter. Karcagi Zsidó Hitközség vezetősége nevében szeretném megköszönni miniszter úrnak, hogyha személyesen nem is tudott ma itt lenni, de lélekben velünk emlékezett. Felkérem dr. Molnár Sándor alelnök urat, Karcagi Zsidó Hitközség alelnökét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt emlékező gyülekezet! Imáron 71 éve ért véget az a borzalom, melyet Hitler és gyilkos bandája indított el, melyet Horthy államaparátusa hadhatósan segített. Sajnos egyre kevesebben élnek a múlt átélői, tanúi, hogy elszenvedőként bemutassák a borzalmakat, mely velük és másokkal megtörténtek, lesz légyen az munkaszolgálat, gettó, haláltábor vagy munkatábor, avagy a háború utáni pogrom. Szomorú aktualitás, hogy meghalt Elie Wiesel Nobel-díjas író, aki először mondta ki a holokausz szót a náci népirtásra. Nemrégen megemlékeztünk a háború utáni kumadrasi pogromról, melynek gyerekek és felnőtt túlélők voltak az áldozatai. Jó érzés volt megismerni, ahogy egy település szembenézett múltjával, és bocsánatot kért az áldozatoktól. Az ordas eszmék a mai napig élnek, itt Karcagon is, ahol a közelmúltban is előszedték a tiszaeszlári vérvádat. Mikor a megemlékezést írtam, még nem tudhattam, hogy egy történész szájába az fog elhangzani, a numerus causus egy jogkorlátozó törvény volt, miközben másoknak nagyobb lehetőséget biztosított, és nem a zsidók ellen irányult. Ekkor merült föl bennünk, hogy vallásunk, történetünk megismertetésével próbáljuk csökkenteni a hatását az antiszemiták által terjesztett hazugságoknak. Azt természetesnek tartjuk, amíg élünk és itt élünk, a zsinagógát, a temetőt a lehető legjobb állapotban megőrizzük és gondozzuk. Ennyivel tartozunk az elődöknek, gondolok itt a háború utáni vezetőkre, mint Fodor Laci bácsi, Ehrenfeld Sanyi bácsi, Herskunószi bácsi, Molnár Bandi bácsi, és Rosinger öcsire, és természetesen mindenkire, akik ránk hagyták a zsinagógát és a temetőt ilyen szép állapotban.
Nos, mi néhányan, akik zsidóként itt élünk, mit tehetünk, és milyen válaszokat adhatunk. Sok-sok este ültünk össze, akik itt maradtunk Karcagon, és vezetjük ezt a hitközséget, hogy mit is tegyünk. Az ötleteket tettek, követték. A mártír megemlékezéseken a holokauszt elszenvedői és a mártírok hozzátartozóink kívül részt vettek és fejet hajtottak az áldozatok előtt a város és térségünk állami, politikai és egyházi vezetői, képviselői és karcagi lakosok. Ilán Mór nagykövet úr látogatása is sikeresen rombolta a hazug állításokat. A protokolláris megbeszéléseken túl találkozott két középiskola tanulóival, ahol bemutatta a modern Izrael államot. Ezek után nagy sikerű kiállítás volt a zsidó emlékekből és kegytárakból a Dériné művelődési központban. Egy este fölmerült közöttünk, hogy a ma élők emlékeiből egy könyvet kellene összeállítani. Gondoltunk azokra az emlékekre, amelyek a zsinagógával és egyáltalán a karcagi zsidó kapcsolatukról szóltak volna, vallási emlékekhez kötődve. A könyv, mint tudják, nem kevés nehézség és vita után megszületett, bár az eredeti gondolatok egy kicsit elsikadtak. Ünnepélyes keretek között mutattuk be. A könyv megismertetésének ünnepélyességét emelte, hogy a Budapesti Fesztivál zenekar kamarazenekara Fischer Iván vezényletével a zsinagógánkban koncertezett. A zsinagóga zsúfolásig megtelt, és az egész ünnepség nagy siker volt. Róna Tamás rabbi úr a karcagi zsidó múltat mutatta be, Csíkos Sándor színművész pedig versmondásával szépítette az eseményt. Másnap a holokauszt állami emléknapján a Dériné művelődési házban tartottuk a megemlékezést. Az emlékbeszédek elhangzása után, melyeket Helyszler Randás elnök úr és dr. Fazekas Sándor miniszter úr tartott, a Saul fiát vetítettük le két telt házas előadás során. Igen, nagy volt a visszhang a városban. Egy hónapja Fröhlich Róbert országos főrabbi tisztelt meg bennünket látogatásával. Polgármester úrral is találkozott, aki ismertette azt, hogyan támogatja a város az itt élő zsidóságot, majd velünk és a hitközséggel ismerkedett meg. Két héttel ezelőtt a nyílt zsinagógai napon mintegy 100 karcag ismerkedett a karcagi zsidóság és a templom történetével, a vallással. Nagy sikerű látogatás volt. Augusztusban a nagykunsági kulturális napok keretében Kezmer koncert is lesz városunkban. Mindehhez hozzátéve elkészültek a zsinagógák felújítási tervei, még némi pénz hiányzik, de komoly reményeink vannak a folytatáshoz. Továbbiakban is tervezünk nyílt zsinagógai napokat, megemlékezéseket. Bekapcsolódunk Karcag és a térség vallási, kulturális és turisztikai életébe. Úgy érezzük, hogy ezzel a nyíltsággal sikerülni fog megismertetni vallásunkat, vallási életünket, ezzel kihúzni a talajt, amennyire lehetséges az antiszemiták hazug gyalászkodásai alól. Tesszük ezt azért, hogy egyre kevésbé legyünk elszenvedői a bak vallási gyűlöletnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, alelnök úr. Szeretném felkérni Dobos László polgármester urat, Karcagváros polgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt alelnök asszony, főrabbi úr, elnök úr, tisztelt emlékező gyülekezet. Több okból vagyunk itt a mai napon. Egyrészt, hogy osztozzunk mély fájdalmukban, és hogy emlékezzünk közösen és emlékeztessünk. Azok az idők 44-ben, 44 előtt és után valami szörnyű és felfoghatatlan idő voltak, emberi ésszel elképzelhetetlen. Olyan idők, amire emlékeznünk kell, hiszen ezzel tartozunk mindazoknak, akik túlélték azokat a borzalmakat, illetve akiknek a hozzátartozói elpusztultak abban a vészterhes időben. Valóban felfoghatatlan a mai ésszel, hogy hogy történhetett meg ez a borzalom, és én úgy gondolom, hogy azok, akik megélői voltak ennek, áldozatai voltak ennek, azok se fogták föl, nem is hihették. Úgy gondolom, hogy azon kell dolgoznunk,
úgy kell élnünk, egymást megismernünk, hogy ez valóban, ahogy a mai napon már többször elhangzott, soha ne történhessen meg. Én arra kértem Csillag Barnabás elnök urat és az elnökség tagjait, hogy nyissunk egymás felé, mutassák meg magukat, ahogy az imént is elhangzott, és ezzel is tudjuk azt segíteni, hogy valóban az ordas eszmék még véletlenül se soha ne tudjanak megújulni. Szerencsére társak lettünk ebben, az egyházközösség, a karcagi zsidó egyházközség nyitott, ahogy alelnök úr elmondta az imént, nagyon-nagyon sok programmal találkozhatunk, és ez mindenképpen könnyíti azt a dolgot, hogy bár a nagy többség, a józan gondolkodásúak tudják, hogy mi történt, és mit kell az ellen tenni, hogy ne legyen így. Ha van olyan buta ember, aki ezt nem látja be, azokat meg kell tanítani. És valóban a fiatalokat kell elsőként megszólítani. Nehogy terjedjen ez. Bárki ellen. Bárki ellen előfordulhat ilyen szörnyűséges cselekedet, mint ami megtörtént annak idején 44-ben. Tisztelt emlékező gyülekezet, fejet kell hajtanunk a mártírok előtt. Kötelességünk minden évben itt lenni, együtt emlékezni, együtt rájuk gondolni. Legyen a mártíroknak csendes nyugodalmuk. Köszönjük polgármester úrnak a szavait. Szeretném felkérni Kis Henriett alelnökasszonyt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt emlékezők! A Tórák népének, azaz a zsidó népnek kötelezettsége mindenkor elöljárni az olvasásban, a szöveg megértésében. Ám amikor valaki neki kezd megtanulni héberül, és elkezdi a Tóra szövegét olvasni, akkor nagyon hamar szembesül azzal, hogy amikor az ember héberül olvasni kezd, akkor egyben számolni is meg kell tanulnia. És a számoknak nagyon-nagyon különleges szerepe van a zsidó hagyományban. Ha dolgozni kezdünk, akkor 6-ig kell mindig a munkát beosztanunk, hiszen 6 napon keresztül dolgozhatunk, és a 7-en szükségszerűen meg kell pihenni. Tudnunk kell azt, és itt kell megtanítani fiainknak a 10-es szám fontosságát, hogyha imáját közösségben szeretné elmondani, akkor 10-ig kell magukat számolnia, hogy a minnyen meglegyen. Azonban, amikor a Tórát olvassuk, azt is meg kell tanulnunk, hogy a saját közösségünk története is annak a nagy egésznek része, ami a zsidó történelmet jelenti. Ha Karcag történetébe kezdünk, akkor nagyon fontos számokkal kell indítanunk. Ugyanis 1848-ban úgy döntött egy maroknyi ortodox család, hogy ezen a helyen megtelepszik. És nem csak megtelepedett, hanem Magyarország második legfontosabb ortodox közösségévé vált. Aki tudja, hogy mit jelent ez a szó, az azt is tudja, hogy a Tóra hagyományának legszigorúbb őrzőit jelentik az ortodox zsidó hagyományban élő emberek, és az a tudás, ami az övéké, az mindenkor norma és követendő példa minden más zsidó közösség számára. 4. 4 az a karcagi rabbiknak a száma, akik ezt a fantasztikus tudást és ezt a fantasztikus tanítást egészen 1950-ig ebben a városban végig szolgálták. A Hirsch, a Schüch és a legfontosabb rabbi Herskó Mózes, aki nem csak a szörnyűségeket élte át, de 1950 után, miután Izraelbe települt, a legfontosabb tanítást adta ennek a közösségnek.
Vedd számba magad, tudd, hogy mennyien voltatok, és tudd mindenkor, hogy kik hiányoznak. De mielőtt elment, a legutolsó és legfontosabb közösségszervező tanítása az volt, hogy a szörnyűségek után visszaérkező gyerekek soha, de soha ne felejtsék el azt, hogy mi az öröm abba, hogy zsidónak lenni. Czeisler András, akit innen hurcoltak el, és aztán ide tért vissza, gyerekként Herskó Mózes mellett, az újra szerveződő jesivában azt élte meg, hogy miközben ott volt mellette a karcagi zsidóságnak a legfontosabb, számára legfontosabb emberei, hiszen a barátairól beszélt, a Meisterről, a Schönfeldről, a Herskovicsról, az Ácsról, a Koltairól, azoknak a családoknak a gyerekeiről, akik visszatérhettek, azt élték meg, hogy Herskó Mózes gyümölcsöt szerzett nekik a II. Világháború után közvetlenül, ételt szerzett nekik, csukaolajat szerzett nekik, hogy ők a legfontosabbat kapják meg, az élet szeretetét, a zsidó hagyomány szeretetét. Ezeknek a visszatérőknek köszönhetjük azt, hogy itt vagyunk ebben a zsinagógában, hogy ezek a számok élnek, és pontosan tudjuk azt, hogy 778-ra kell emlékeznünk, akik voltak, és 641-re, akik soha nem térhettek vissza. Óriási számok ezek, viszont az is jelzi, hogy az élők ezt a hagyományt a mai napig a legfontosabbnak érzik. Mit tanít nekem Karcag? Azt tanítja nekem Karcag, hogy itt most egy családban, egy városban ugyanúgy ott lehet a fény, az a fény, amely összeköti a városban élő embereket, ahol megmaradnak az egykori orvosok, nyomdászoknak az emlékei, ahol egy Goldberger, egy kertész, még mindig élő név, ahol tudjuk, hogy hol volt az egykori vágóhíd, tudjuk, hogy hol volt az egykori jesiva, és ahol tudjuk, hogy egykor mindenkinek mindenkihez köze volt, és csak a gyűlölet volt az, ami ezeket az embereket elszakította egymástól. Kóved a Csillag családnak, Kóved a Herskó családnak, és Kóved mindenkinek, aki a családja története miatt fontosnak érzi azt, hogy a karcagi zsinagógában mindenkor összegyűjjünk, és az elhozott gyerekek hangjaink keresztül a legfontosabbat üzenjük. Nem győzhet a gyűlölet, mert mindig van, akinek el tudjuk mondani, hogy mi történt egykor. Minden áldozat emlékéből fakadjon áldás. Köszönjük szépen a elnök asszonynak a megrendítő és megható szavakat. Szeretném felkérni Lebovics Imre bácsit, holokauszt túlélőt, a Műegyetem professzorát. Tartsa meg emlékező beszédét. Milyen tisztelt emlékezők! Az előttem szólóak és a Zsiró temetőben elhangzottak bemutatták, hogy 44-ben hova juttattak bennünket. Én nem erről szeretnék beszélni elsődlegesen. Annyit megemlítek, ugye, hogy nem messze innen Tiszafüreden élt a családom, és csak megemlítem, hogy milyen volt az a légkör, amikor a tiszafüredi téglagyárban tiszafüredi járás zsidóságát összegyűjtötték. Amikor a vagonba berakták családom nagy részét és a zsidókat, akkor Tiszafüred szolgabírája, Polgár Pál
Nak a zárszava az volt, hogy viszont látásra, mint trágya. Ez emlékeztet arra, hogy milyen volt az a légkör, és ez a légkör mikor alakult ki. És ezért azt mondom, hogy mi nekünk meg kell mondani és emlékeztetni kell ezt az országot, hogy a Horthy rendszer és maga Horthy kormányzó, aki az emlékirataiban megírta, hogy meggyőződéses antiszemita volt, hogy hova juttatta nem csak a magyar zsidóságot, hanem a magyarságot is. Röviden, amikor a II. Világháborúba beléptünk, akkor Kristófi nagykövetnek azt mondta Molotov külügyi népbiztos, nekünk semmi problémánk Magyarországgal, miért kell nekünk háborúzni egymással? És azt mondta, hogy mondja meg a magyar külügyminiszternek és miniszterelnöknek, hogy amennyiben Magyarország semleges marad, akkor mi az erdélyi kérdésben maguk mellé állunk. Ezekről nem esik szó. Arról sem esik szó, hogy akkor nem lett volna Magyarországon Málenki robot és egyéb ilyen dolog, ami akkor más utat választunk. A másik kérdés a zsidó kérdés. Amikor a zsidó kérdés elkezdődött még komolyabbra fordulni, akkor Vitéz nagybányai Horthy Miklós szabad kezet adott Sztójai Döme miniszterelnöknek, aki 6 hét alatt zsidótlanította a magyar vidéket, és a magyar vidék zsidóságának nagy része elpusztult. A szerencsésebbek nem Auschwitzba kerültek, de azok nagyon kevesen voltak. Úgyhogy ezekre gondoljunk, és a másik, ami a Horthy jelleméhez tartozik, hogy amikor a március 19-től október 15-ig gondolkozott azon, hogy mit kéne csinálni, és közben augusztus 23-án a románok kiléptek, a román vezető, a román király sokkal kisebb hatalommal rendelkezett, mint Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Ne felejtsük el. És akkor a Horthy rátette a koronát a munkájára, kinevezte Horthy Szálasit miniszterelnöknek és nemzetvezetőnek. 600 ezer mártír. És a 600 ezer mártír emléke ugyan megvan, de emlékeztetem önöket arra, hogy az a méreg, amit a Horthy rendszer a magyar lakosság között terjesztett és ápolt, az megjelent 1946-tól egészen 49-ig, amikor mindenütt a gyűlölet és egyéb dolog a pogromokban jelent meg. A pogromoknál csak két helyet mondok, Miskolc és Kunmadaras. Kunmadarason ott voltam a megemlékezésen, amit 46-ban mi történt. Megölték a zsidók egy részét, megverték. Miért? Mert visszatért és be akart menni a saját lakásába. Meg akarta kapni azokat a holmikat, amiket látott az utcán a már ott lévő lakosságon. És ez borzasztó bűn, ugye, hogyha valaki a jogait és a helyét és a szerepét akarja. Megemlítem, emlékeztetem önöket arra, mit tett a magyar zsidóság a magyarságért. A magyar Nobel-díjasok nem kis része, ha udvarias vagyok, a többsége az zsidó volt. A magyar matematikusok feldolgozta Zeisler András. 14 olyan kiemelkedő géniusz volt, akiből 13 zsidó volt. Nagyon ajánlom, és itt akarom hagyni
polgármester úrnak, azt az irodalmat, amit Nagybaconi Nagy Vilmos a Végzetes Esztendők című könyvében írt, Nemeskürti István a Requiem egy hadseregért, amiből világosan kitűnik, hogy hova juttatta a Horthy rendszer a magyarságot. Márai Sándornak a naplóját is érdemes elolvasni, ami 1945-ben szólt. Ezek voltak azok a dolgok, amiket voltam szíves itt megpróbálni nagyon nagyvonalúan vázolni. Ne felejtsük el, hogy most mit akarnak, hogy a numerus clausus az csak egy közigazgatási lépés, mondja a illető nevét sem szeretem kimondani, aki azt hiszi, hogy milyen nagy történész. Én azt gondolom, hogy nagyon sok és súlyos helyzet van, az antiszemitizmus egyre erőteljesebb, nem csak itt a világon is, és erre fel kell készülni az, aki becsületes és humánus ember. Ezeknek a jegyében csak egy zárszót mondanék még. 2014-ben a nemzetközi élet menetén részt vett Áder köztársasági elnök úr. Szabadna egy rövidet ebből felolvasni. Közös a sorsunk, közös a sorstalanságunk, mert akik zsidó honfitársainkat megalázták, halálba küldték, azok a magyar nemzetet is megalázták, és egész nemzetünknek okoztak pótolhatatlan veszteséget. Mindegy, hogy náci németként, vagy a hitleri ideológiát kiszolgáló magyarként tették. Nincs bocsánat arra, hogy egy állam a saját polgárai ellen fordult. 45. januárban, amivel a Barnabással együtt részt vettünk, azon, ami a Kozma utcai zsidó temető, zsidó hőseinek a parcellájában mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki felemlegette nem csak a hősöket, hanem hogy mi történt a második világháborúban a zsidósággal. De azért egy dolgot elmondott, ami számomra is, és azt hiszem mindannyiunk számára útmutató. 1914-15-ben a cári Oroszországnak a seregei áttörtek a Kárpáton vonalán, és ha nem sikerült volna megállítani őket, akkor Budapest is veszélybe került volna. És akkor mit mondott Orbán miniszterelnök? Hogy ezt a 70 ezres sereget pillanatok alatt Hazai Samu, a zsidó származású hadügyminiszter állította össze, és olyan tábornokot nevezett ki, aki nagyon rövid idő alatt a Kárpátokon túlra szorította ki a cári hadsereget. Ebből az is következik, hogy a zsidóság mindig abban az országban annak a törvényeit betartja, és annak hűpolgára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Engedjék meg, hogy a polgármester úrnak átadjak egy olyan dokumentumot, ami ehhez tartozik. Köszönöm szépen. Felkérem Szilágyi Gábor kántor urat, hogy kezdje meg a gyászszertartást. Kérem, álljanak fel.
Tisztelt emlékező gyülekezet! Fájó szívvel emlékezünk ma itt Karcag és környéke zsidó közösségeinek a 20. században a náci pusztítás idején elhurcolt és legyilkolt tagjaira, férfiakra, asszonyokra, gyermekekre és csecsemőkre. Megtiszteltetésnek tartom, hogy rájuk emlékezve most már több mint 20 éve én mondom a gyászbeszédet itt a karcagi zsinagógában. Most egy kicsit azokra az emlékezőkre is gondolok, akik az elmúlt 20 évben az örök létbe távoztak. Közülük csak néhány nevet említek: Rózinger Jánosné, Molnár Bandi bácsi, Rózinger öcsi. Radnóti Miklós írta a költeményében: oly korban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. A nácizmusra, a II. Világháború pusztításaimra emlékezünk, amikor nem volt értéke az emberi életnek. Üldözték, kínozták, kirabolták, és végül kegyetlenül legyilkolták zsidó testvéreinket. Hiába voltak hűséges hazafiak, hiába bizonyították, akár az 1848-as szabadságharcban, akár az első világháborúban, hogy szeretik ezt a hazát, és hogyha kell, életüket is adják érte. Ennek ellenére kiszolgáltatták őket a gyilkolni vágyó gonosz embereknek, a náci Németország katonáinak és a velük egyeszmét valló csendőröknek és nyilasoknak. Előbb gettókba zárták, majd deportálták testvéreinket, a zsidó embereket. Legtöbbjüket hidegvérrel legyilkolták. Csak keveseknek adatott meg, hogy túlélték a II. Világháború poklát. Alile anibai hió, éni jajdomáim. Értük sírok én, értük könnyezem. Nem felejthetjük mártírjainkat, az ártatlanul legyilkolt ezreket és tízezreket, ugyanígy Karcagnak elhurcolt 461 áldozatát sem. Mártírjainkra való emlékezésnek óráján talmudi tanítás csendül fel az örök emlékezés jegyében. Pirkei Óvaiszban az atyák fejezetében olvasható: Álső lajsődó vórim hajlom ajméd. Három dolgon áll a világ. Álhá tajró, válhá vajdó, válg miluszka szódim. Tanon, tetten, segítőkészségen. Cselekedeteinkben e három dolgot úgy kell véghez vinnünk, hogy ez mindig a magunk és embertársaink javára is szolgáljon. Ezt leginkább úgy érhetjük el, ha gyakoroljuk miluszka szódim, a jó cselekedeteket. Ha jótékonyságot gyakorlunk, ez nem csak annak az embernek jó, akivel ezt tesszük, de magunknak is jót teszünk vele. Az együttérzés, a részvét enyhíti a szenvedést, elfelejteti egy pillanatra vagy többre a fájdalmat, és elvonja a szenvedőnek a figyelmét a bajáról. A részvét közelebb hozza az embereket egymáshoz, háttérbe szorítja a személyes ellentéteket, elősegíti az összetartást és a békét az emberek között. Tisztelt emlékező gyülekezet! Mártírjainkra való emlékezés óráján szálljon ima zsidó testvéreinkért, akiket Karcagról vagy a környék településeiről hurcoltak el a biztos halálba. Emlékük áldott minékünk, nyugosztald őket, Istenünk!
Menukonokainó, bisívajainó, tákászkánpiásokinó, be málaiszküda is imut, hogy hajérim, közai hárhúru kiá, mű írim, umászkírim. Csendes nyugalmuk legyen, nyugalmuk helyén, Istenünk védőszárnyai alatt, a tiszták, a szentek ragyognak, mint a csillagok. Tő hé, napsai székemcör úró, bicarrá hájim, legyen lelkük bekötve az örök élet kötelékébe. Amen. Jöhé, sölomó rábó, minső májó, ve hájimó lénó, ve álkol Iszroél, ve imru, amen. Aisze sólaim bim raimó, ujászze sólaimó lénó, ve álkol Iszroél, ve imru, amen. Az ünnepség az előcsarnokban található mártír emlékfalnál folytatódik, ahol Dajs László főrabbi úrral, társegyházak vezetőivel közösen megemlékezünk a karcagról deportált és elpusztított testvéreikről. Akik szeretnének még a mártír emlékfalnál gyertyát gyújtani, természetesen megtehetik. Köszöntöm nézőinket az előzőkben lezajlott a holokauszt áldozataira az emlékezés a zsinagógában. Csillagbarnabásról beszélgettünk. Egy picit az idei megemlékezés más volt, mint a korábbiak, hiszen holokauszt szülőket is köszöntöttek. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, 72 éve a tragédiának, és próbáltunk új formát keresni a megemlékezésnek, tiszteletben tartva természetesen a mártíreinkat, de örüljünk az élőknek is. Felkértem a zsinagógában lévő holokauszt túlélőket, hogy álljanak fel egy pillanatra, és a tisztelet, a hála és a remény virágát adtuk át a jelenlévőknek. Szerencsére azért ők még vannak köztünk, akik átadhatják ezeket a borzalmakat, és ahogy polgármester is és a többi felszólaló is jelezte, fiatalokkal ezeket ismertetni kell, hogy ne menjenek feledésre, és hogy ne történhessen meg még egyszer ilyen. Önök ebben az elmúlt hónapokban nagyon sok mindent tettek ezért, hiszen nyitottak lettek a város felé, tehát különböző nyílt napokat is tartanak. Igen, próbáltunk nyitni a város felé, a lakosság felé. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre. Megjelentettünk egy könyvet, Karcagon zsidóként megszólal a háború után nemzedék címmel. A könyv a hitközség gondozásában kapható. Jöjjenek, érdeklődjenek, látogassanak és ismerjenek meg minket. Voltunk már itt fesztivál, zenekar, kamara koncertjén is, nyitott napokon is. Terveznek-e még valami nyára vagy az ősz folyamán lesz olyan lehetőség, amikor lehet programokra jönni, rendezvényekre önökhöz? A Dériné Kulturális Központ jóvoltából a karcagi nyári fesztiválon egy klezmer zenekar fog fellépni. A koncert nyilvános lesz és látogatható. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és terveinkben is van közeljövőben, következő évben is több koncert, de részletet még egyelőre nem szeretnék elárulni. Akkor a legközelebb ez a nagykunsági kulturális napok augusztus 20-a környéke, amikor szeretettel várják a város lakosait. Így van, szeretettel várjuk a lakosságot. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.